Felgyúlt a mai napon mindannyiunk koszorúján otthon is a harmadik gyertya, hogyha jól tudom, itt kint is most már ég a gyülekezet koszorúján a harmadik gyertya. Ebből az alkalomból én a 130. Zsoltárnak az 5. és a 6. versét olvasom fel a ma este. Így hangzik ez az igerész. 130. Zsoltár 5. és 6. verse. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Úgy gondolom, hogy legalább ennyire várjuk mi is az ünnepet, adja a Jóisten, hogy az advent továbbiakban is ezzel a várakozással teljen, ezzel a szent várakozással, és ezzel a bizalommal, amit az Istenbe vetettünk. Ma este, amint azt tudják, látják, adventi vásárt szervez a Nőszövetség. Az elmúlt években úgy gyakoroltuk ezt, hogy majd előadás után nyugodtan lehet válogatni a finomságok, illetve az ajándékok, berendezési tárgyak között. Árcímke semmi sincs. Azért van ez így, hogy mindenki annyi adományt tesz a persejbe, amennyit úgy gondol, hogy az a tárgy, vagy azok a tárgyak, vagy édesség, amit ő elvisz, ami megtetszett, megér munkában kifejezve. A ma esti persejpénzzel, illetve ezzel az adománnyal a Nőszövetséget fogjuk támogatni, és én megköszönöm azoknak az asszonyoknak a munkáját, akik időt, fáradtságot és alapanyagot nem kímélve már régóta készülnek a ma estére. Úgy gondolom, hogy a Nőszövetség tagjai egy tapsot megérdemelnek azért. Ma este a Ponszas Anna általános iskola kórusa fogja szebbé varázsolni az ünnepünket. Ez nem is az első, de ne is legyen az utolsó alkalom, amikor itt vagytok nálunk. Szebbé varázsoljátok akár az adventi, akár az anyák napi ünnepünket. És azt kívánom mindenkinek, hogy nagy-nagy szeretettel hallgassuk a gyülekezetünk gyermekeinek az előadását. Hely, víg, juhászok, csordások, csörgedeznek a források, de gyönyörű ez a Betlehem fele, az égen oly fényesség lett, a ma fényes csillag hirdet glóriát, örömet, mind felébredtem álmomból, láttam csillagot Jákobból, mind felkeltem, láttam az Isten egy fiát. A béke
Jászol!